A Szombathelyen játszó sereghajtó vasasszonyfa számára az utolsó szalmaszálat jelentette volna a nyíregyháziak elleni siker, míg a vendégek azzal a céllal léptek dobóállásba, hogy matematikailag is bebiztosítsák bennmaradásukat. Az első párban Szlovenszki Attila és az őt váltó Rácski János, valamint Mogyorósi Péter sem szerzett pontot, így a házigazda 2-0-ás vezetéssel zárt a nyitókört. A második sorban Szegő Levente és Jómagam mentünk pályára, és a Levente 8 fával, én 4 fával tudtam diadalmaskodni, ami visszahozta a győzelmi reményeinket, és a zárósorban egy felhetekesen játszó hakkerdezsőt láthatott a közönség, és azt lehet mondani, hogy végig buzdítva őket, már egy kicsit kínlódva, de mégis buzdítva őt, szurkoltak a 600 fájáért, ami csak 597 fára sikeredett, és messze-messze a mezőny legjobb játékát mutatta Dezső, és ezzel nagyon fontos pontot szerzett a csapatunk számára. A csapatpontokat tekintve így 3-3-mal zárult a mérkőzés, a többletfájét járó 2 pont viszont a vendégek élet, akik így 5-3-ra megnyerték a találkozót. A nyíregyháziak szombaton a Ferencvárost fogadják. A Ferencváros nagyon szeretne visszavágni az ottani vereségükért, mi pedig szeretnénk továbbra is megőrizni a Ferencváros elleni hazai veretlenségünket, és ezzel is bebiztosítani az abszolút középmezőnyhöz való tartozásunkat. Mindenképpen egy jó mérkőzésre van kilátás, igazából egyik csapat sem játszik kényszer alatt, tehát a Ferencváros már látszik, hogy a 6. helyet fogja elfoglalni a tabellán a végelszámolásban. Mi meg szeretnénk feljebb lopakodni, és mindenképpen a Szolnok után egy újabb nagy bravúrt szeretnénk hazai pályán végrehajtani. A Superliga tabelláját a Zalaegerszeg vezeti 37 ponttal, megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó 36 pontos Szegedet. A nyíregyházi Tekeklub 14 ponttal a 8. helyen várja az utolsó két fordulót.